Itt van Face Papi. Hello, Célia, Face Papi, Face Papi. És hát le fogjuk tesztelni egy picit a kameráját. Ugyanis nagyon úgy tűnik, hogy valami gebasz van itt a kis esélyvel. Mert nem jó a hang. Halka kis beci. Halka rohadék, úgyhogy majd mindjárt leteszteljük, és akkor meglátjuk, hogy milyen. Egy ilyen laza kis lazulást nyomunk, nem igaz? Mert megtehetjük. Mert ez figyel. Hogy akkor ez? Na. Akkor most ez az első teszt. Te is beszélj, mert te meg onnan vagy. Ja, az a mikrofon meg pont a túloldalon, ne fogjam le. Jó, az lenne. Le is teszem. Lerakjuk ide, mondjuk így kb. Jó? Rakjuk egymás mellé teljesen, és akkor nincsen semmilyen féle differencia. Na és akkor csak megcsináltam, még akkor este, mert este vettem meg ilyen zárás környékén. És utána állítottam át a dolgokat. A nakkor kurvára lehalkult. Jobb lett egy kicsit a kép, nem minden. Akkor kurvára lehalkult. Utána, amikor beszéltünk, azt a három dolgot átállítottam, akkor hangosabb lett a hang. Megjön egy picit, de annyi. Nem picit olyan, mint hogyha ilyen pont ugyanolyan hangja van, mint amikor a, nem veszed ki a izéből a... Hát le van lenne takarva, ez így van. Le lenne takarva. De az, amit te hallottál, az már kurva jó. És ilyen nagyon mélyen, tompán kép, hogy csak hallani van. Felvettem csutkárában meg ezt a kis USB-s izét, mert minden a direkt VLC-vel raktam fel, mert tudod, még fel tudom, hogy 125%-ig még a hangot. És nem értettem, hogy mit mondok. De tegnap volt pont Pongi rám írt még este 11-kor, hogy Patus csinált ezzel a hülye izével egy live-ot. Ami applikációval. Azt mondja, hogy ez most olvasgatja be az üzeneteinket, amiket mi rögöttünk egy Igen, van most valami azért, nagyon nyomja mindenki, nem tudom mi a neve. Kedvencem a Facebook hirdetés most, hogy akartam hirdetni pénzért, tehát hogy én fizetek, beállítottuk a bankkártyát. Csináltam már ilyet. Meg minden. És bazd meg kiírta, hogy szerinte a flyeren, amit én hirdetni akarok, nem a legújabb logójuk van, úgyhogy ő nem fogja ezt így hagyni, tehát megy már kurva anyádba. Töltsem le innen a logót, cseréljem ki a flyeren, töltsem fel újból. Hát anyádba, bazdmeg, nem? Azért ez mi már bazdmeg? Én csak izét kipróbáltam annól olyan is, nem is tudom, hogy 2-3 évvel ezelőtt, de akkor csak úgy, hogy egy posztot, tudod. Na, hogy akkor mondok, akkor elmosolálkodtok egy 2-3 ezer forintot, hagyom egy hétig. Patrik mondta, hogy videót akart pénzesen egy picit behirdetni. Ezt kiírt a Facebook, hogy az indexképpen túl sok a szöveg. Kérdője? Hát fizetek érte, bazdmeg, hát hagyd hirdessek már. Olvastam olyan. Az egy dolog, hogy valami tiltott dolog lenne, és akkor letiltják, mert hogy ilyet ne hirdesse, de azt mondja, hogy túl sok a szöveg. Ezt amúgy is csinálja egyébként a Facebook, tehát azt tudom, hogy valahány százaléka, ha egy posztnak szöveg, hogy lecsekkolja, akkor nem is adja, hogy az emberek elérjék. Kell neki, hogy szöveg. Tehát úgy van, na ezt mondom, utána olvastam, úgy van, hogy egy rövid mondatot az a legjobb poszt, egy kép, egy videó, meg egy rövid mondat, meg esetleg valami ízé. Ez amit ő neki a legoptimálisabb, amit ő felszóz, és ezt én is már tesztelgettem. Na, felvétel van. Elméletileg, hogy teszt 1-2-3, hogy teszt 1-2-3. Ebből már biztos kiderül. Mikrofon próba. Na, szóval most ez egy olyan teszt gyakorlatilag, akkor már mondjuk el, hogy az volt a probléma alapvetően, hogy ilyen átküldött nekem a Face egy videót, hogy ilyen nagyon, nagyon halk, és rögtön azt hittem, hogy arról van szó, hogy ennek két hátlapja is van, mert ugye vízálló, meg golyóállótok, és hogy ennek a résznek ki van vágva, tehát elvileg ez a vlogolós, nem tudom mennyire látszik, ez a vlogolós tok. Ez amelyiknek lyuk van az oldalán. Amelyiknek lyuk van az oldalán, de azért hiába rakod bele, azért soha nem lesz ennyire tiszta a hang, mint hogy egy kiveszed. És először én azt hittem, hogy ebbe benne maradt, és akkor ilyen a hang, de aztán mondta a Face, hogy egyáltalán nem ki volt véve. És onnantól kezdve már gyanús kezdett lenni a dolog. Hello, hello, 1-2-H teszt. Halipapi, mami, kukinyali, szapiduki, passi. No. Nézzük már akkor. Halipapi, elképzelhetetlen verzió kipróbálása. SD kártya beleszól-e a hangba. Igen. Na, igen. Nézzük.